Da, én bizony, kurva úristókát, da. Még van nagy vagy csárgus sör, kis csárgus, én már ittam, nagyba ittam pár darab sört, meg itt nagyba itt a Bartos ezer jó, de ez ezer jó, ezer jó. Menj a rébb, bátyám, bizony, de. Nagyba csütgözletem, úgy bizony, de. A lényeg, hogy ne ragadjon a bélyeg. De. Itok jó kis árgust, 7,2-est, így már most ittam egyet, meg ittam pár borsodit, meg jó kis sört, és sörözgettem, sörözgettem nagyba így. Na, na, zdrowie. Csapjunk a lovak közé nagyba, de. Vagy a lovak csapjanak mi közénk? Micsoda logika? Micsoda észjárás. Ja. Hozzá egy kis Bartos ezer jó. Még nincs olyan meleg, hogy... Nagyba. Tehát ez ilyen... Nem ford meg teljesen, mert elkezdte. Bartos hazalót készíteni, de még nincsen annyira, de hogy megfogott, tehát ez ő igencsak gyönge, mert van almát, itt találok a zöldségeknél, ők még nem olyan, még nincs oda a möleg, pláne, úgyhogy bár pont egyébként ez az egésznek a csirénye, hogy máma például egész nap esett, szakadt az elsője, de egész nap, nem hűt le a levegő, vasárnapra, de ez itt vasárnapra, hú! Vasárnapra, mondja így, nagy baj, akár mínusz 10 fok is lőhet. Na. Na, na. És az a lényeg úgy bizony, de nagyon sokan úgy bizony, kis csík Bartos Cezárióba. Nagyba egyébként már volt, hogy így megkérdezték, így nagyba egy tülehem, hogy Bartos, hát te megkezded a cigi csíket, meg mit tudom én, mert tudom. És hogy még nem kapta eddig nikotin mérgezést, mert ugye volt, már volt 20 meg 30 szál cigi kihívás, és onnan elszívta, meg megettem, meg beáztatom így a cigaretta csikket, úgy ide. Erre még egyébként annyit tudok válaszolni, hogy nem kaptam nikotin mérgezést. A nikotin kap Bartos mérgezést. De. Tehát mindennek az ölletet, hoppá, itt azért van, ne, azért nem ízé van ám egyébként, de tehát nem a víz lotyog egyébként ittem, de, hanem a bor. De azért van egyébként egy kis ízi, azért. Kis pönge agy. Kis atomfizikus agy, de.
Na, tehát az az egér, hogy visszagyűn nagyba a tél, és a lényeg az, hogy én egyébként ezt úgy gondolom, stb., hogy úgy bár volt egy, körülbelül egy jó durván egy hét tavaszi csidő. Tehát tavaszi csidőjárás volt, de. És ez azért van egyébként, tehát azért lesz egyébként nagyon szar, mert úgy bár tehát kitolódott itten a tél. Decemberben tavaszi idő volt, januárban szintén tavaszi idő volt, februárban tavaszi idő volt, és márciustól pedig nem tehát márciustól pedig akkor kezdett így telesedni. Tehát márciustól kezdett telesedni az ideje, idő, és nagyon kitolódott. Pár évvel ezelőtt szintén egyébként ilyen elég csücskös csidőjárás volt. Mondták is egyébként, hogy a húsvéti nyúl majd szánkóval gyűn. Mert esett a hav. És az a lényeg egyébként, hogy tehát kitolódott nagyon a tél. Na most ez nagyon rossz a gazdaságnak. Ugye volt egy hét tavasz, amikor ilyen 18-20 fok volt, sőt, van egy ilyen csőmérsékletmérőm. És az egésznek a csinyege, de hogy ottan gyakorlatilag egyébként 21 fokot mutatott múlt héten ilyenkor, jól tudom. Ne sémá le kurványát, tehát nem az meg csomtörvénye. És az a lényeg egyébként, hogy ez rossz gazdaságilag. Elsusogom, mint az őszi szél. De szél. Hogy ez azért nem jó egyébként ez az egész, de egyébként akinek van egy kis esze egyébként a gondolkodásra, azt tudja nagyba. Azért nem jó egyébként, hogy mostan egyszer tavasz, egyszer nyár, vagy egyszer, igen, hát majdnem, tehát egyszer tél, egyszer tavasz, mert ugyanis gazdasági szempontból, de. Most a úgyibár hallottam egyébként olyanokat is, stb., hogy mit tudom én mondjuk, nekiállták mondjuk a szöllőt metszeni. Nem szabad, bazd meg. Még egyelőre nem. Hiába akarjuk egyébként, azt mondta egyébként az apám egyébként nékem, már a faterom 1946-ban született, azt mondta, hogy az 50-es évek cselein, március 15-én azt mondta, hogy mesztéláb jártak, tehát mezitláb jártak már ők, mert ők szegény gyerekek voltak, mezitláb járt egy gatyába, bazd meg. Tehát olyan idők voltak március 15-én. Mostan ez megfordult, tehát már nem lehet egyébként visszahozni azokat a csidőket, mert begyütt ez a mindenki nézel utána, hogy sár technológia, meg amióta egyébként fölülték ezt a ízét, ezt, hogy onnan mérik nagyba a csidőjárást, ezt a nem űrszonda, hanem de ez is szonda, ez nem űrszonda, hanem mit tudom én, valamit műhold. S amióta onnan mérik ezt a kibaszott rohadt izét, akkor elbaszták egyébként. Mi a faszomat keres egyébként ember a holdon? Mi a faszt? Hát a Földön nincsenek megoldva a dolgok, bazd meg. Akkor a Hódon most mit akar? Miért kavar bárki a Hódon? De. Tehát ezt nem értem. Tehát nem vágom, hogy mi ebbe a jó. Szóval ha megkevertek, kavartak. No, aki megmöccette a szőlőt, annak rűszűtek, bazd meg. De.
Ez hét szentség biztos. Ugyanis, de... le fog fagyni. Vasárnapra mínusz 10 fokot mond, tehát visszagyűn nagyba a tele. Tél. Eddig jó idő volt. Észrevettem egyébként a gyümölcsösökön. Itt fákon van óma, meg körte, de ez is körte. És az a lényeg, hogy melyik kezdett így a tavasz miatt, ilyen, hát nem mindenlig, de valamelyik ágon kimént egy ilyen rügy. Most az szépen egyébként vasárnap el egyébként annak konyec vége ú. Annak az, a vasárnap lesz a halála annak a rügynek, mert szépen lefagy a picsába! Tesz itt picsába ú! De! Lefagy a picsába. Tényleg egyébként le fog fagyni, tehát ez nem bűz. Na most ez azért jó gazdaságilag, hazai törmés nem lesz, megint tönkretezik mi az egész csálományt, ezek a fagyok. És de nagyba, akkor be kell hozni ezt, tehát amivel behogják hozni majd Dél-Amerikából, majd nagyba, azt nem tudom, hogy sose tudtam megjegyezni, mi az az import vagy export, nem tudom, hogy tehát ezeket nem tudtam, mint azt se tudtam megjegyezni, hogy most mi az a bruttó vagy a nettó. Most komolyan, tehát halál komolyan egyébként. Tehát nem tudom egyébként, mert az export, azt hiszem a behozatal, a csimport, a kivitel, valami ilyesmi, na mindegy, nem foglalkoztam, tehát hogy behozzák majd csexportra. Na de, úgy. Akkor itt volt ez a, most egy kicsit egyébként ez a hosszú hétvége, de mert... Vagy még itt is van, de, és nagyon sokan mostan elmentek ladikozni. Na, de, de. Wellnessezni. Abban se tudom egyébként, hogy mi a jó. Jó, Csákos Éka, meg a régebben még a barátaim, nem a régen pár évvel csezőt, én is voltam, bivallom, de. De egyszer egyébként most mondja egyébként meg mi, valaki, mi a faszom jó egy hosszú hétvége. Régebben március 15-e az meg, az jó, nemzeti ünnep volt. De van. 16-án már köllött menni dolgozni, tehát a facerom is már ment egyébként dolgozni 16-án. Tehát nem voltak hosszú, hosszú hétvégé, hosszí, de ez is hosszú hétvégé, stb. De. És nagyon sokan most nagyba hallgattam ezt a rohadt gyászkeret, gyászkoporsó. De ez gyászkoporsó? Gyászkoporsó csrádiód nagyba. És ott is mondják, hogy teltházak vannak, bazd meg. Wellnessekbe, ú. És egyszer egyébként, kurvára egyébként nem vágom azt se, bazd meg. Nagyon sokan elrongyúnak ízéba. Ilyen wellness fürdőkbe, stb. De mi a baj? Mi a faszom egyébként abban jó, bazd meg, hogy mit tudom én mondjuk, egy közös kacsaúsztatóban vannak, mit tudom én, mondjuk 50-en vagy 100-an, bemész, és az öregasszonyok, meg bárki legyen egyébként ottan, a rohadt retkes gombás picsáját áztassa ki, bazd meg, a retkes kankós, nem tudom milyen picsáját, éces faszukat meg kiáztassák a vízbe. Oda bemész, bazd meg, és ott te jól érzed magad. Én nem érzem magam, jó magam. Nem is nagyon szoktam fürdeni. Jó, most söngeteg esővíz egyébként tösett, azért itt én van szappanyt küldtek, néha-néha, nagyon néha így megmosdok, bazd meg, esővíz. Most rengeteget összegyűjtöttem hordókba. De abban egyébként mi a jó egyébként, hogy ízé? Hogy ottan, tehát pénzelbaszásban, az meg inkább akkor megveszek 10 darab sört, meg bort, vagy akármennyit, és akkor itthon eliszogatok, stb. De mi a faszomnak menjek én ízébe, wellnessbe, bazd meg? Tehát most mi? Mi? De. Tehát egyszerűen nem vágom, hogy az emberek hogy gondolkodnak, és ott hagynak 100 000 forintokat. Tehát minek?
mi a fasznak egyébként? Nem, hogy inkább akkor vennének sört meg piát, aztán otthon ellennének, bazd meg a faszba. És már húsvétra is, bazd meg. Húsvétra is. Már le van, nem tudom mennyit se lenne ez foglalva. Tehát teltház van, bazd meg. De. Jó, mindenki maga tudja. Annyira vágyik egyébként el, akkor mindjárt. Nagy hajszihőtkő minden bűcsinálj. Az Ice Toy, másik nagyon fontos, ottan volt most a izé. Ilyen... Most ez a március 15-e, úgy. Március 15-e. És nagyban Sábor is nézte meg. Most voltam át, mert esett az esély, aztán nem tudtunk bemenni már a dolgokat, majd lehet, hogy hónap. Aztán az az egész, lényeg, hogy nagyba kimegy egy tévéstáb, vagy egy internetes táb csamerázni, videózni, de ez is csinálni, jó? Jaj, egy internetes táb, hogy na akkor mit tudom én, akkor fölvesszük a dolgokat, hogy milyen jól. Több tízezren vagy százezren vannak, bazd meg. De azt mondja izé, aki ottan kimegy betyárkodni, bazd meg, nagybaú, hogy mi a büdös faszomért veszél föl? Hát akkor bazd meg. És még akkor megkérdezi az öreg asszony, hogy kitű van a tévé. Vagy az a nem tudom micsoda, valamilyen internetes tévé, vagy mit tudom én micsoda az. És akkor mondja az ürge, hogy mitű, hogy kitű van, és természetesen mondta, hogy csamerázhat. És akkor megkérdezi az öreg az, hogy kitű vannak, és megkérdezte a csriporter, vagy a kamerás, és operatőr, hogy maga miért van itt, mert megkérdezte, hogy maga miért van ittem, az a nem tudom micsoda, aki kiment oda csamerázni hivatalosa. Vagy meg. És az öreg asszony meg ilyen olyan buta volt, mint a seg. Hát ha egyszer kimén, bazd meg egy ilyen ízéra, akkor az természetes, hogy több tévé tudósítsa. Vágás? De, ugye. Tehát gyakorlatilag olyan hülye volt, mint a szaros valagam. Hát természetes, hogy az csameráz, amit akar, bazd meg. Ő, ha kiment, akkor szégyelli, hogy kiment. Egy ilyen ízére, hogy meghallgassa nagyba az Orbán, a Csorbánt, az Orbán övtársadban. Tehát szégyelli? Mi az, hogy azt mondja, hogy menje a kurva anyádba, stb. Hát mi? Akkor minek megy ki? Hát természetesen benne van a pakliba, bazd meg, hogy főveszik. Tehát övidens, ő minek megy ki? És akkor visszakérdez az öreg asszony, hogy na, hogy és maga mit keres itte? Hát talán egyébként, mert tudósító, nem baj? Hát természetesen egyébként, hogy benne van a pakliba, bazd meg, de... Vagy szégyelli, hogy kim van, és akkor nem lehet fővenni, bazd meg. Vagy mi a kutykurúgy faszon van már, bazd meg. De. És akkor még visszakérdez, hogy ő mit keres ottan. Én meg megkérdeztem, és maga mit keres, aztán itt nem tudott már szólni egyébként az asszony semmit, bazd meg. Akkor mi a faszomat? Nem, hogy inkább akkor az öreg asszony, hát akkor inkább az uradnak főzted volna meg az ebédet csütörtökön, nem akkor kimész lihegni ízére a meghallgató. Valamit célnál meg? Ne vegyél föl, bazd meg. De tudósítani költ, te hülye, bazd meg. Hát ennyire hülyék nem?